Gondoltátok volna, hogy Zuglóban milyen sok közösségi kert van, ahol az emberek együtt kertészkednek, locsolnak, termesztenek mindenféle növényt, jó kedvben, bőségben? Tudtátok, hogy van ilyen? A nevében is benne van, hogy Zug Közösségi Kertekért Egyesület. A nevünkből kiindulva már ez a cél meg is valósult, hogy több kert legyen Zuglóban, tehát ez a második kert, de hát mi nyitottak vagyunk, és próbálunk tenni is azért, hogy apránként, de legyenek még ilyen közösségi kertek a kerületben, hiszen tényleg nagyon nagy igény van erre. Nagyon szerettem volna egy ilyen kis részt, egy kis kertet, és akkor, amikor hát így elkezdtek a közösségi kertek megjelenni, de nem Zuglóban, hanem Budán. Nagyon örültem, amikor itt az első felhívás megjelent a zuglói lapokban, azt hiszem. Tehát eljöttünk először úgy volt, hogy eljöttünk ide, és csináltunk két ágyást. Emlékszel, Marci, ott? Igazából én csak össze-vissza elszórtam a magokat, és megnéztem, hogy mi fog kikelni. És ami nekem bejött, az a cukkini meg az uborka leginkább. Tehát ezek itt végig uborkák, és a cukkiniből van még eléggé sok. Meg szerintem paradicsomom is lesz. Tehát ez topáz almának a magja. Látom. Ezt nem azt a gyümölcsöt fogja visszahozni, de majd be lesz szemezve, és akkor... Aha. Hát legalábbis egy kis örnek. És engem például az Ágota biztatott, hogy milyen jó búj lesz. Mögre találkozunk. Igen, igen. Felelem a közelben laktok? Igen, itt a sarton. Aha. Nincs olyan vészesen távol. Csoda, szerintem csoda jó dolog. Tehát, hogy annyira közel van, hogy ellenállhatatlan. Gyönyörű. Szerintem is. Gyönyörű. Na. Csodálatos. Ez én uborkám. És még milyen van? Hát van répa, van epár, petrezselyem, paprika, paradicsom, paprika. Tök. Hogy mi ez? Cukkini? Cukkini lesz. Szerződést kötünk mindenkivel, az egy évre szól, ennek van egy 1200 forintos havi bérleti díj, ami zuglói lakcím kell a bérléshez, meg a betartása ezeknek a szabályoknak, igen, hogy mit hogy lehet csinálni a kertben. Két hetente két ember végigmegy a parcellától. Igen. És akkor, hogyha valami ultra nagy gáz van, valaki nem műveli a parcellát, akkor megy az e-mail. Igen. Vagy hogyha betegség van, valami olyan betegség, igen, amit igen, nem ismert föl a parcella tulajdonos. Nagyon sokan várnak, igen, ez egy ilyen 50-60 fő. Az nem kérdés, hogy ez jó dolog, és hogy erre igény van, és hogy kell ilyeneket csinálni. Itt a kérdés az, hogy a megfelelő területet tudjuk megtalálni, és úgy tudjunk azon a területen létrehozni a kertet, hogy a legkevesebb konfliktussal járjon a környező lakókkal, és hogy ne csak a kertészkedőknek legyen ez jó, hanem a környéken élőknek is. Mind a két kertnél mi megpróbáljuk minden évben igénybe venni a Virágzó Zugló programot, aminek keretében próbáljuk minél zöldebbé tenni a kertnek a környékét, hogy ezzel is próbáljunk kedvezni nem csak a kertészkedőknek, hanem a kert környékén élőknek is. Azért így az aszfalt aránya nem biztos, hogy megfelelő, mondjuk körülnéz itt az ember, akkor azért elszorul azt hívva, hogy hány mély garástól, meg irodástól fosztjuk meg a kerület lakosságát. Ezek a kihasználatlan területeknek lehetne funkciót adni. Ennek az egyik példája lehet a közösségkert, amire szerintem tényleg nagy igény is van rá, és szükség is van rá, tekintve azt, hogy milyen klímaválság és klímavészhelyzet van Magyarországon, mint Budapesten. Hát meg azért ez, valljuk meg, hogy mit tudom, uborka, zöldség, paradicsom, azért azt helyettesíti, tehát nem kell multiktól vásárolni. Hát az meg a másik, hogy teljesen más íza is van nyilván, tehát én nem fogom tudni megtermelni az összes zöldségemet, de azért érzem azt, hogy más, meg más frissen leszedve és úgy megenni. Mint a multitól vagy piacról, tehát más az íze. Nagyon nagy reményekkel fordulunk a jövő felé, mert azt szeretnénk mi is, hogy
egy ilyen közösségi kert, illetve több közösségi kert legyen Zuglóba. Hála jó Istennek most már kettő, ugyebár biztosan működik, az egyik 2014 óta, a másik tavaly óta, de lehet látni, hogy milyen csodálatos közösségformáló ereje van, nem beszélve arról, hogy egészségesebben is tudunk itt táplálkozni, úgyhogy mindenféleképpen fogjuk támogatni az ilyen jellegű kezdeményezéseket, legyen egy, kettő, három, négy, öt, bármely.